Na szervusztok, srácok, nézzük meg az újabb Challenge Riftet, a 337-eset, ami egy trepes Demon Hunter Natalia build. Igazából mivel kellett nyomnom Challenge Riftet, ezért képbe vagyok azzal, hogy ez így most milyen. A Spike Trapünkkel fogjuk tudni a legdurvább sebzést kiosztani. Van reduce damage-ünk is, enemy pull-unk is, mi van még itt? Cooldown reduction-ünk is, resource reduction-ünk. Jó. És damage deal-ünk nő a cooldown reduction-ünk százaléka alapján, illetve a cost reduction alapján csökken a bekapott sebzés is, van egy obsidian ringünk is. Úgyhogy ilyenek vannak itt. A kemelyik jobban van egy ingeomunk, szóval az elite pack az durván fogja csökkenteni a CD-nket. Set bonus, tehát royal ringünk van, egyel kevesebb item kell a set bonus eléréséhez. Ez gyakorlatilag olyan DH build, amit tényleg így már nyomtam a challenge rift alkalmából. Csapdák robbantanak. El kell nyomni a Rain of Vengeance-t. Mármint a sima Vengeance, meg hát igen, a Rain of Vengeance is kell. Van egy smoke screenünk, amivel nem tudnak minket targetelni egy szeken keresztül az enemik, meg tudunk vaultolni, amivel gyorsabban tudunk haladni. Én olvastam valamit, de megmondom őszintén, még nem néztem meg, hogy a Diablo 4-ben is lesz valami hasonló, valami ilyesmi. Hát itt nem volt sok minden. Teszek rá egy kis hangot. Hát ez biztos, hogy ezzel a build-el speedben meg fognak előzni a nálam ügyesebb játékosok. Mert hogy ezzel aztán lehet haladni. És elvileg már mehetünk is fölfelé. Még sokan vannak, szóval
Ez most meg fogja dobni egy kicsit a százalékot. Valahol beúsztam egy sárgát, de nem tudom, hogy hol. Na basszus, zsákutca. Megyünk még egyet. Most már, hogy így benne van az ujjamban. Most már saját magammal fogok versenyezni. Nyilván ugye itt már az a könnyű, hogy itt már tudjuk, hogy mi az út. Ez akkor lenne jó ez a leaderboard, hogyha így az első tryt mutatná egyébként. Bár akkor is mindegy, mert igazából aki akarja, aki nagyon akarja challenge-elni, az megnézi az interneten gyakorlatilag. Na basszus, az komoly. Az komoly. Még egyszer leköpött.
Nem ment bele a bombákba. Azt most így buktam, nem is tudom, 10 másodpercet legalább. Ha nem többet. Nem baj azért. Sikerült megelőznöm önmagam. Jaj, na nézzük. Jó, jó. Jó, 8. vagyok. A 89-ből. Valaki 12 perc alatt nyomta le ezt, ezzel a build-el. Hát ő valószínűleg nem nagyon DH-zott még. Akkor most mehet 3 perc alatt. Azért top 10. Na hát azért top 10 az mégis a top 10. Lehet közben elment még kajálni, és igen. Nekem ez a DH volt az egyetlen klassz a D3-ban, ami egyáltalán nem jött be. Ú, nekem nagyon adtam. Én sokára próbáltam ki amúgy a DH-t. De amikor így kipróbáltam... Nagyon bejött. A pörgő build-es DH az nagyon adta. Nem jött eszembe, hogy az most így melyik, hogy hívják. De az így adta. Ma jön a Diablo 4-hez is az új patch. Megmondom őszintén, nem foglalkoztam vele szerintem lassan 2 hónapja, amióta kint van az új szezon. A God DH, na a God DH az volt az, ami tetszett, meg volt valami Sentry-s build, az is adta. Az is adta, így elsőnek. Ezt akarom megnézni, hogy mikor DH-ztam. Ja, hát ez nem számít. Hát a viszonylag későn az a Season 3. Na, az volt az. Tardja. Igen, az volt. Bár lehet. Nem, az kellett, hogy legyen. Bár lehet, hogy a Season 21-es volt. Jó kérdés. Jaj. Na, hát ennyit a Diablo-ról. Megnéztük a Challenge Rift-et, úgyhogy most már boldogság van. Jövő héten pedig a következő Challenge Rift-et fogjuk majd megnézni. Ez még mindig mókás, adnak egy buildet, és akkor így tessék, csináld végig. És legalább kipróbálhatok egy olyan buildet, amihez amúgy ki kéne gírálnom egy karaktert, vagy fel kéne húznom egy karaktert, most meg így a Blizzard odaadja neked, hogy tessék, csak csináld végig ezt a riftet, és ez így tök jó. Szóval Diablo 4-be is jöhet ilyen.